nem hullik le a levele, rajta szárad el a levele, tehát nem fog leesni, nem kell annyit porszívózni. Igazából nem is olyan terebélyes, mint a hagyományos lucfenyő, tehát az ágai erősebbek, tehát sokkal jobb díszíteni, mert a dísz nem húzza le teljesen az ágát. A formája sokkal szebb, nyilván az ára is ezért drágább egy picikét. A szakember szerint a Nordman fenyő az abszolút családbarát választás. Abban az esetben viszont, ha valaki a régi idők karácsonyait igyekszik visszaidézni, az inkább a lucfenyőt keresi. A fenyők árát az is befolyásolja, hogy minden elültetett 10 fából csak 6 lesz alkalmas az értékesítésre. Az eladó azt mondta, idén nem emelkedtek az árak. Árakat nem emeltünk, tehát maradtak a tavalyi árak. A Norman fenyőnek 10 000 forint métere, a lucfenyőnek 5 000 forint métere. Igazából, hogy melyik fenyő megy, ez attól függ. Ugye a kisgyerekesek jobban szeretik a Norman fenyőt, mert ugye az nem szúr. Valaki a nagyobb fenyőt veszi, ugye főleg ahol van hely. A kisebb fenyőket, idősebbek, a hagyományos lucfenyőket főleg. Természetesen idén is megtalálhatóak a standokon a földlabdás és cserepes fenyők is, amik az ünnepek elteltével kiültethetővé válnak, ilyen módon is megőrizve az elmúlt karácsonyok emlékét. Fontos, hogy ezeket a fenyőket ne tartsuk sokáig a meleg szobában. Töves fenyőt azt érdemes úgy bevinni, hogy csak egy pár napra, tehát ne legyen túl sokat bent a melegen, hogy ő is megsínli a meleget, hiszen kintről a hidegből beviszik a melegbe, aztán rögtön, hogyha kirakjuk a hidegbe, az nem tesz jót neki. Fokozatosan kell kirakni, tehát vagy az erkélyre, vagy egy garázsba egy-két napra, és utána kirakni, hogy ne kapjon ilyen hősokkot. Arra kell figyelni, hogy locsolgatni kell eleinte sokat. Nyilván igyekszünk minél nagyobb tővel kiszedni, de ugye ez a földminőségtől is függ, a bogaraktól, pajor, ilyesmi, tehát bármi megtámadhatja. Viszont, hogyha odafigyelünk rá és locsolgatjuk, akkor nem lesz vele probléma. A családok karácsonykor összegyűlnek, fiatalabb generációk látják vendégül az idősebbeket, vagy épp fordítva. Újhelyi János gyermekgyógyász is nagyobb családi körben tölti el az ünnepet, mégis fontosnak érzi, hogy karácsonyfát állítson saját otthonában. Őszintén szólva most én elutazom majd a lányaimhoz Budapest mellé, de hát számomra is karácsony a karácsony, ezért a szokásoktól eltérően egy kisebb fenyőt szeretnék venni a szobába, de természetesen természeti, tehát egy ilyen keresztes fenyőre gondoltam, egy kis nagyobb kis asszalkára ráteszek, és akkor szépen földíszítjük, mert nekem nagyon kellemes az illata, és egyáltalán az a millió, az a feeling, ami ezt körül övezi, úgyhogy most ezt nézzük meg, mert nagyon nincsen idő, ilyenkor nagyon sok munka van, sajnos, mint betegellátásban, és akkor most időben meg akarom venni. Most azért jöttünk, meg is fogjuk mindjárt. A vágott fenyők méterára fajtától függően 5 és 10 000 forint között van.